Az meg egy konténer folyat. Kimenjetek előre, hogy nehogy belesétáljak, mert nagy belesétálós vagyok fotokra és videókba, csak mondom. Na, beszéljünk. Főleg én, nem? Éppen meg azértem. Meg ilyen szépen tiszteletem mindenkinek. Jaj, és a diszkot fogunk megnézni, csak így besétáltunk a kapun. Jönnek a többiek, mint ahogy látjátok, most nem hárman vagyunk, hanem hatan. Urbexes fiúk és lány elkísért minket, vagyis hát, hogy pontos legyek, ők mutatták meg, meg ők ajánlották, hogy megnézhetjük ezt, úgyhogy igazából köszönjük nekik ezt a hatalmas segítséget, hogy mi egy ilyen helyet is meg tudunk nézni, mert azért nem csak ide jövünk ma. Diszkopult! Elnéztek a fotókra. Na, akkor rögtön kever egy muzsikát. Na, szóval akkor ez egy hajdani diszkó épülete. Itt nem tudom mennyire mondjam azt, hogy hol vagyunk. Na mindegy, majd ha leírás benne lesz, akkor mondom, hanem akkor bocsánatot kérek, de nem. Ez egy régi flippergépnek lehetett a hátulja, és megnézzétek meg, benne van a történet. Új a kamera, úgyhogy még ezzel barátkozok, ez egy GoPro, és Katilla belecsörgött, remélem érthető volt. Szóval nem tudom, Attila, mondjuk, hogy hol vagyunk? Szerintem nem. Azt mondja, nem. Megint meg fogjuk kapni azt, hogy miért itt polózunk, de hát ne haragudjatok, de muszáj néha egy kicsit titkolózni, és a lampám most csörög, megyek neki mindenféle dolognak. Nézzétek, itt van valószínűleg a presszó része, a kocsma része ennek a kis szabadtéri diszkónak, ami gondolom nyaranta üzemelt itt. Ez lehetett itt kint a tánctér, tehát nem egy nagy történetről beszélünk, nem egy óriási durranásról, de szerintem érdekes, még itt van a hűtőszekrény, a hajdani bojlernek egy maradványa. Cip. Reklám. És egy Valentine's. Ez Béliz, bocsánat, ez a Valentine's. Nem tudok ezt fotózni, nem baj. Most nézzünk be a hűtőbe. Hát ha találunk még valami érdekeset. Semmi. Ja, igen, diszkófények, hát a fiúk rögtön rácsaptak. Diszkófény plakát. Sziklában ilyen volt, a Tasmin útreszken. Na, még annó bezárt. Leégett. Utána leégett a felső szint, de tehát járható. Szolárium, medence, minden szar. Rendes kunda. És Pepsi. Mit? Menjél még egy kört? Vele dumáltunk a videóval. Nem baj az, nem baj az. Ezt már megszoktam. Bele beszélnek a videóba, de hát szerintem érdekes ez így is, nem? Van, be lehet menni. Be lehet, hogy egy valami. Ez volt az elhagyatott kocsma, remélem, hogy kocsma és diszkó, remélem, hogy tetszett nektek. Nem egy nagy durranás, de szerintem ennyit megért.
RCF technika, hát arra kíváncsi lennék, na mindegy. És remélem tetszett nektek. Tartsatok velünk legközelebb is. És mi a lámpa? Sziasztok! We'll be right back.